Nem mindennapi fogadtatás, elszánt tekintetek, vad és félelemkeltő harcosok vártak Sólyom Lászlóra a főkormányzói rezidencia előtt. Ám mindez része az államfőnek kijáró maori üdvözlési ceremóniának. A rítus ősi hagyomány, az elnök kiállta a próbát, és miután előírásszerűen visszaadta a lábai elé vetett fegyvert, így senki sem kételkedhetett tovább békés szándékában. Megnyílt a harcosok sorfala, és kezdődhetett a tárgyalás vendéglátójával, Anand Szacsianat főkormányzóval, aki magyarul köszöntötte. Isten hozta Uzei Landon, Niadon, sok szeretettel. A főkormányzó méltatta a helyi magyar közösség érdemeit, és további lehetőséget lát a két ország együttműködésében. A magyar államfő a közös értékrendről és a közösen vállalt nemzetközi feladatokról beszélt. Örömmel jelenthetem be, hogy Magyarország támogatja Új-Zélandnak azt a törekvését, hogy az Új-Zéland és az Európai Unió között egy szabadkereskedelmi megállapodás jöjjön létre. A valóban pompás ceremóniának egy hatalmas eső vetett véget, ami Új-Zélandon egyáltalán nem ritka. A Duna Televíziót Fiók Éva tudósította Aucklandből, Új-Zélandról.